gyerekként azért változik, hogy ki milyen oktatást igényel, de szerintem mindenképpen gyerekközpontú mindenféle oktatásnak, szerintem gyerekhosszú központúnak kell lennie. Én soha nem voltam, soha nem jártam más iskolába, mint a Waldorf, és nem tudom, hogy milyen egy állami gimnázium. Így elég nehéz megmondanom, hogy mennyivel is jobb. Én csak azt tapasztalom, hogy az állami iskolások nem szeretnek iskolába járni. Nyilván mindennél az van, hogyha valakit érdekel valami, az szívesen tanulja. És szerintem az nagyon fontos, hogy egy tanár érdekesen és változatosan tanítson. És az, hogy tényleg érdekessé tegye azt a témát, ami esetleg mondjuk nekem a jövőmben nem szükséges, de amit tanulom, addig meg kell tanulnom, és ez az kell, hogy érdekes legyen, és szerintem minden tantár tud érdekes lenni mindenkinek.